Megkezdődtek az úszószámok, a vizes VB-n várakozáson felül kezdtek úszóink. Az előfutamokból Hosszú Katinka, Jakabon Zsuzsa, Kései Ajna, Kapás Boglár, Kacse László és országos csúccsal a férfi 4x100-as gyorsváltó is tovább jutott. Gyurta Dánielnek viszont ez nem sikerült 100 méter mellen. Tényleg most a szívemhez kapok. Hatalmas kő esett le Kései Ajna szívéről azzal, hogy bejutott a 400 méteres gyorsúszás ma esti döntőjébe, ahol együtt úszhat majd Kapás Boglárkával és az ötszörös olimpiai bajnok Kéti Ledekivel, aki már a délelőtti előfutam során világbajnoki csúcsot úszott. A fiatal úszót teljesen elvarázsolták a szurkolók. Amikor felálltam a rajtkőről, már akkor libabőrös lettem teljesen, hogy úristen, mennyien itt vannak, főleg most a szüleim is. Végre itt vannak egy nagyon nagy versenyen, és szurkolhatnak nekem. Ugye ezt már éreztem Hódmezővásárhelyen, ugye az ifi EB-n, de azért nem voltak annyian, mint most itt. Az első akadály Cseh László is sikeresen vette, és bejutott az 50 méteres pillangóúszás délutáni középdöntőjébe. Elmondása szerint fantasztikus hazai medencében versenyezni. A válogatott versenyző a magyar csapat legrutinosabb tagja, már a 8. világbajnokság, amin részt vesz. Nem érzem azt, hogy kiúsztam magam, hát mondjuk egy 50-en most elfáradtam volna, akkor nagy gondba lennék. Még úgy érzem, hogy vannak olyan pontok az úszásban, amiben még tudok gyorsulni, meg délután azért mindig egy kicsit frissebb tudok lenni, úgyhogy szerintem jó lesz ez. Jakabos Zsuzsa felemás érzésekkel mehetett pihenőre, mert bár 200 méter vegyesen bejutott az elődöntőbe, de a 4x100-as női váltóval 9. helyen végeztek, így nem lesznek ott az esti döntőben. Sajnos ez most nem volt elég, mert 9-ek lettünk. Hát a közönség az fantasztikus, és hát remélem, hogy délután jól fog menni a 200 vegyes, mert hát szeretném, hogy ott legyen egy Q betű a nevem mellett. Gyurta Dániel számára a 100 méteres mellúszás csak bemelegítést jelentette, így nem is érte csalódásként, hogy nem jutott be a legjobb 16 közé. Olimpiai bajnokunk felkészülését egy hátsérülés nehezítette, de bízik magában, és nyerni szeretne csütörtökön 200 mellen. Nem segített a felkészülésemet a formahozás, de nem foglalkozom vele. Tehát az, hogy most ezek az apró hátratatások, hogy vannak, azt gondolom, hogy mindenki életében van ilyen. Most ez nekem pont most jött el, ez nem gondolom, hogy segített. Tehát a formahozás, de nem gondolom, hogy ez nagyon befolyásolt a végső munkánk. Akinek jegye van az úszóversenyekre, könnyedén megközelítheti az arénát a szurkolói zóna felől, de a Mahart külön hajójáratokat indított, hogy a belvárosból könnyedén közvetlenül az úszodához jussanak a dukkerek.